Majdnem fél tucat magyarról tudok már, akik egyénileg vagy, vagy autóval vagy csoportosan jut, jutnak vagy jutottak be Afganisztánba. Semmifajta rasszista vagy vagy ellenséges gesztussal nem találkoztam. Inkább ilyen bürokrácia, szerűséggel inkább. De tulajdonképpen egészen szabadon mozogtam. A világ legnagyobb részbányája ott van Mess Ez már kínai kézen van. Nyilvánvalóan nőként nem érezném jól magam Afganisztánban. Viszont nézzük meg, hogy mi lesz mondjuk három év múlva vagy öt év múlva. Hosszabb. Ez egy hosszabb periódus, amikor majd szerintem egy talán, egy, talán kialakul egy konszenzus. Iránnak az a célja szerintem, hogy mondjuk a földközi tengertől Indiai óceánig legyen egy zóna, ami az övé fontosabban a befolyása az övét. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tiszteltek köszöntöm Önöket a Világrend című műsorunknak az eheti adásában. Maráci Tamás vagyok a Mandinár munkatársa, és ezen a héten ebben az adásban Iránról, illetve előzőleg Afganisztánról, két veszélyes országról fogunk beszélni, illetve vendégen valószínűleg meg fogja erősíteni, hogy nem veszélyes országok. A tálibok földjéről beszélünk, és majd kiderül, hogy ő miért nem tartja annak, mármint veszélyesnek ezt a két államot. Sárközi Miklós iranista történész, a Károly Gáspár Református Egyetem docense. Miklós tegeződő a Nexus, ha megengedés ismerjük el, és köszönöm jöttél hozzánk. Szívesen. A bevezetőben ugye elmondtam a, a kontextust, és azt is még talán hozzáteszem, hogy Afganisztánban tavaly járt jártál Iránból, viszont most jöttél haza egy hete, és már kétszer jártál ebben az évben, évelején az országban. Két olyan államról beszélünk, amelyek vagy érintettek voltak háborúban 20 évig Afganisztán, vagy iráni proxy szövetségesei kapcsán a mostani gázai konfliktusban is nyakik benne van, és a nyugati turistának, szakembernek, bárkinek oda belépni első blikre úgy tűnik, hogy nagyon veszélyes lehet te már, ha jól emlékszem a tegnapi telefonbeszélgetésünkre, te már körülbelül százszor voltál a közép ázsiai térség országaiba, hogyha jól veszem ki, Iránban 64 négy, négyes számot mondtál, hogy ezekből a tapasztalatokból kiindulva az első, mert először jártál Afganisztánban, az ilyen 25 éves utazási tapasztalataid függvényében a tálib afgán tapasztalat tavaly évvégén milyen volt? A mostani második tálib kormányzattal szerzett, vagy az, az általuk elhetett országgal szerzett tapasztalataim sokkal jobbak voltak annál, mint amit vártam. Nyilván óvatosan fogalmazok, hiszen 2021 nyara óta fönnálló rendszerről van szó. Tehát ö, azt kell mondanom, hogy mintha a tárgyalók tudnák azt, vagy éreznék azt, hogy most a gondviselés és másodszor is odatta nekik a hatalmat Afganisztánba, és most nem játszhatják el, illetve óvatosabb, körültekintő bel- és külpolitikát folytatnak, amelynek az alapja a pragmatizmus. Ö, amikor a veszélyességet említettem az adás elején, akkor én azért említettem ezt, mert, mert átnéztem, egy-két interjút adtál azóta, és látom a Facebook bejegyzéseidet, hogy magától való természetességgel utaztál el turistaként egy csoporta, hogyha jól értelmezem Afganisztánban. Miért állítod azt, amikor tudjuk, hogy 20 éves háború után van ez az ország? Tudjuk, hogy egyes államok, nyugati államok, a tálib kormányzatot, az, arról nem beszélve, hogy nem tartják Afganisztán ö, hivatalos képviselőjének, de egyenesen terrorista ö, rezsimnek tartják. Azt is látjuk, a háború képei sokunkban benne vannak, akár a két évvel ezelőtti kabuli menekítés, evakuáció, hogy, hogy pánikszerűen menekültek az afgánok is, akik együtt vettek az amerikaiakkal a tálibok elől, és hát első tényleg úgy tűnik, mint hogy oda bemenni, nem lenne életbiztosítás egy nyugatról, legalábbis egy európai ember számára az. Itt egy kettős beszéd van szerintem, tehát van egyfelől a nemzetközi közösségnek a tálibokat izolálni, igyekvő kommunikációja, vagy az nemzetközi jogvédő szervezetek Amnesty International ezzel kapcsolatos, főleg nőjogi eh, eh, kommunikációja. É, és ugye van ugye a, a főleg gazdasági érdekeltségek alapján működő másfajta ö, gyakorlati politizálás, amely talán kevéssé hangos, de annál nagyobb eredményeket ér el. És ez még egy-egy ez, ez még ország esetében is megvan. Tehát mondjuk hivatalosan a közép-ázsiai isztánok nem ismerik el hivatalos diplomáciai vonalon. Ö, a tár, az afganisztán iszlám emirátus, ez az ország hivatalos neve, ugyanakkor vígan együttműködnek, gazdasági egyezeken kötnek velük, anélkül, hogy nagykövetségeket nyitnának, vagy nagy engedének engedinek nyitni a területükön. Mm. És ez a makropolitikára is érvényes, tehát Afganisztánban jelen van Kína, jelen van Törökország, jelen van Irán, jelen van Pakisztán, jelen van India, jelen van Oroszország, a nyugati, ö, ö, de nyugati diplomatával is találkoztam, amikor megérkeztem. Egy géppel utaztam, tehát német diplomatával. Ezen kívül például Herádban láttam egy olyan fejlesztési konferenciát, aminek kifejezetten nyugati meghívottja is voltak. A mostani tálibok vezette Afganisztánban. Egyébként milyenek a tálibok? Tehát amikor turistaként megérkezik és először találkozik test közelben egy ember, egy tálépő hivatalnokkal, a reptéren, emberekkel, vagy a biztonsági személyzettel Kabulban és az utazásait során, akkor milyen benyomást tettek rá? Hiszen te is most elmondhatod, hogy mi a percepciónk a nyugati médiából eredően. Az első élményem egy angolul egészen kiválóan beszélő táli, mondjuk határőr volt, aki segített nekem kitölteni azt a kérdőívet, amelyet ugye be kell nyújtanom a reptéren a leszálláskor, és ezért cserébe kaptam egy kártyát, egy fotóval, ugye, amely igazolt az én tar ott tartózkodásomat. Egy angolul kifejezetten jól beszélő, útvarias fiatalember, felismerhető a, a, a tálibok felismerhetőek a viseletükről, a, mondjuk a szakárviseletükről, a ruházatukról, a süvegükről jellemző többségük pastú, és ugye a pastukra jellemző etnikai süvegről föl lehet, és őket többségükben ismerni. Tehát azt kell mondanom, hogy a tálép kormányzat adott nekem turista vízumot, nem, nem, én nem, nem vagyok az egyetlen turista, aki bemegy oda, és nem én vagyok az egyetlen csoportos turista, aki bemegy oda, és nem én vagyok az egyetlen magyar turista, aki bement oda. Tehát jellemz, szeretném jelezni, hogy majdnem fél tucat magyarról tudok már, akik egyénileg, vagy, vagy autóval, vagy csoportosan jut, jutnak, vagy jutottak be Afganisztánba. Na, akkor talibokról még szót értünk, de ha már be, behoztad a képbe, hogy hogyan jutottatok oda, hogyan lehet vízumot igényelni. Tehát, azt mondod, hogy nem túl bonyolult eljutni, de elmondanád nagyjából a lépéseket, amely publikus, hogy hogyan lehet mondjuk Budapestre eljutni, Kabulba, vagy az ország belsébe, milyen lépéseket kell megtenni, milyen igénylések, milyen kapcsolatrendszer kell hozzá. A dolog egyszerűbb annál, mint sem gondolnánk. Tehát valóban nem sok helyen működik, talibok vezettek, nagykövetség vagy konzulátus, ezen nagykövetséges konzulátusokra, ahol a tálibok által kinevezett személyzet dolgozik, lehet bemenni. Ilyen, én, én például Dubajban, a dubai Afgán követségen, a konzulátuson kaptam meg a vízumomat, de lehet kapni Pesavárban, lehet az iráni meshetben, nyilván még egy-két helyen, tehát Közép-Ázsiában, itt-ott-tam ott, vannak lehetőségek. Tehát valaki, volt olyan csoporttársam, aki Pakisztánban, Pesavárban vette fel a tárgyi vízumot, és onnan utazott Kabulba, és Kabulban találkoztunk. Amikor mondjuk, te tudós ember vagy, tudomány embere vagy, nyilván ezt valahogy lecsekkolják, gondolom, nem tudom, hogy a vagy az interjúnál a belépéskor lecsekkolják-e, hogy neked milyen háttered van, de bármilyen gyanú perrel élnek a hogy hogyha nyugatról érkezik egy ember, és ők is meglepődnek, hogy miért akarnak körülnézni az országban, vagy ez teljesen természetes számukra? Nekem meseket, a követségre a Dubajban megmondom, hogy szinte volt egy szervező, egy csoportos turizmus kertelemben utaztam be, volt egy szervező, akit az utazásról fölkért a vízum beszerzése, tehát csak a az útlevelemet, a fényképemet és egy kitöltött kérdőívet kellett átnyújtanom a hotelben. Tehát én nekem semmilyen tapasztalatom nincsen a nagykövetségi vagy a konzulátusbeli kérdezősködése kapcsolatban. Mondhat, akik, akik kéne átestek, azt mondták, hogy maximum két napba telik egy tálibok által kibocsájtott vízum beszerzése. Tehát aki mezei emberként oda vagy egy mondjuk Pesavárba vagy Meshedbe, annak is maximum két napot kell várnia. Nincs ilyen előzetes szűrés, nyilvánvalóan vannak bizonyos ugye, elvárások, de meg, meg olyan fotót kell adni, amin semleges arccal nézek, ö, ö, fehér háttérű ö, legyen a fal, tehát fehér színű legyen a fal, ilyen, ilyen de ezen kívül nagyon nem emlékszek semmire, kikérdezés sem volt. Sem a határon, sem, a, sem, sem máshol. Ö Hol érezted magad kevésbé feszélyezetten, és hol feszélyezetten az országban? Mert te, ugye nyilvánvalóan van a vidéki társadalom, és van a Kabul, amely inkább egy nemzetközi város, azért ott az év tizedek során, felül 70 és 60 években azért egy nyugatos kultúra volt a fővárosban, de a legtöbb országban így van. Hogy látod a régiókat? Azért vannak különbségek, való ez így van. Tehát az, 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 Afganisztán egy sok nemzetiségű, sok kultúrájú és sok identitású ország, és ez a tálibok helyi politizálásában is látszik. Ahol ők, ahol ők mondjuk kvázi hódítók, és nem otthon vannak, ott óvatosabban politizálnak. Adott esetben ez lehet szigorúság is, de lehet nyitottság is. Tehát például nagyon kevés biztonsági csekkoláson estem keresztül, például Herádban, Nyugat-Afganisztánban. Sokkal több és sokkal szigorúbb volt a, a vizsgálat Mazáres Arifban, Észak-Afganisztánban, ahol ilyen, ilyen bomba szagoló kutyákkal nézegették meg a csomagjainkat. Sokkal tovább tartott a reptéri ellenőrzés oda is és vissza is. Kabul, de azt mondom, hogy Kabulban ö, ö, sem volt kősebb, probléma három órával kell kint lenni a gépek előtt. Egy ilyen szokásos keleties kényelmesség volt, de láthatóan beolajozott rendszerről van szó. Tudta mindenki az, hogy hova jövünk ki, ö, tud, vártak bennünket a helyi szervező ők. Amikor belül, belső repülésre került ott is vártak bennünket helyi taxisok. Tehát a, amit én érzek, hogy több bürokrácia és több ellenőrzés volt éjszakon. Tehát Mazeres Árív bal, Ajbak környékén, ott azért több volt a checkpoint, több volt a bürokrácia. Ez ennek van oka, oka? Azt hiszem, hogy ott ugye Mazeres az 1990-es évek során e, volt egy olyan atrocitás, egy incidens, ahol a tálibokat nagyon véres fejjel üzték vissza, e, és ott nem annyira népszerűek. Ott e dominánsan üzbégek és tadzsikok laknak. E, a tálibok többsége a pastun etnikumhoz tartozik. Te beszéled, ugye, az pastut? Nem, én a, én a tadzsik, a, 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 a nemzik ugye az afganisztai perzsát értem és beszélem. És ezen kommunikáltál? -e, <coughs> többségében ezen kommunikáltam. Ez az a nyelv, ami a lakosság Közel mondjuk úgy, hogy 50 nak az anyanyelve, és úgy körülbelül a lakosság 70-80 százaléka értés beszéli összességben. Tehát az országnak két államnyelve van, van a Dari, vagy más néven Kabuli Perzsa, és van, a, van ugye a Pastú, ez ugye Mind a kettő iráni nyelv, de egymástól nagyon messze vannak egymástól. A pastúnak kb. 18 millió beszélője van, ez 53 ot tesztek ki a lakosságból. A, a, a Dari, vagy, vagy, máshol ugye északabbra Tadzsik, ugye ez a perzsa különböző dialektusok egy összefogló elnevezése, ez egy olyan lingva franka, amit inkább beszélnek meglátásom szerint, és számos tálib hivatalnok is beszéli. Egyetlen olyan szituáció volt az egész utat, amikor egy csak pastúl beszélő hivatalnokkal találkoztam. Ez herátban volt aki pastul beszélt végig hozzám, és nem váltott át darajon. Minden más esetben a tálib vagy nem tálib helyi hivatalnokok képesek voltak Perzsáról beszélni velem. Tehát az ország több pontján voltatok, nyilván utazás, Igen. ez, gondolom, repülővel, gépkocsival felváltva. Volt veletek fegyveres őr, vagy nem. biztonsági ember? Tehát anélkül nem. útjára bocsátottak benne. Így van, tehát az, a, a, hely, a külföldi irodának volt egy pakisztáni alvállalkozója, és neki volt egy helyi afgán alvá, al, alvállalkozója, a biztonsági helyzet valóban is annyit javult ma már, hogy például Kabulból, Bamianba, még kb. 250 km, már nem kell repülőgéppel menni, hanem lehet szárazföldön és zsippekkel. Mi is így tettünk, találkoztunk párhuzamosan velünk mozgó más külföldi turista csoportokkal, megálltunk gyümölcsárosoknál, megálltunk trafikokban venni kenyeret vagy sznekkel, Tehát azt kell mondanom, hogy különösebb gond nélkül érkeztünk. Nyilván a Balmian a völgynél volt egy nagyobb ellenőrzés, a hoteleknél van szigorúság. Uh -huh. Azért fontos dolog, hogy bármelyen hotelbe is mentünk, ott a többségében elég szigorú ö, kibecsekkolás, tap, motozás, bőrönde ellenőrzés volt. Ö, pontos az, hogy ugye a biztonsági kérdéshez visszatérő, és két részből állna a kérdésem. Az egyik az a civilekre vonatkozik, a másik meg esetleg a etnikai vagy terrorista csoportokra, és kezdeném akkor a polgári lakosság, vagy amikor mondjuk megálltatok gyümölcsöt venni egy útelágazódásban útközben, vagy bárhol a piacon, Kabulban vagy vidéken, akkor annak a 20 éves véres háborúnak, amelynek százezer, százezerek estek áldozatul, milliók telepettek, kényszerültek a, lakhelyük elhagyására, és nyilvánvalóan a, az afgán lakosságnak akár szimpatizálnak a tálibokkal, akár nem, a, ennek a felelőse vég, vég, az amerikaiak, gondolom ilyen, hogy amikor megjelenik egy fehér ember idézője ebbe a távoli nyugatról, Európából, akkor Éreztél bármilyen agressziót, vagy unszimpátiát, vagy kifejezett ellenszenved, hogy megjelentek a hódítók megint, vagy pedig ezt a, a lakosság is ketté tudja választani, és titeket turistaként szeretettel, vendégszeretettel fogadtak? Inkább utóbbi. Tehát itt ne felejtjük, hogy mi pénzt hoztunk az országnak. Tehát ugye a táliboknak szükségük van bevételekre, és a helyi lakosságnál is ugye egy-egy ott megmozgat családokat, vagy ugye bevételeket hoz egy étteremnek. Én nem értem semmifajta xenofóbiát, idegen idegenellenességet, nyugat ellenességet, fehér ellenességet nem éreztem, én sem szóban, én azért nyilván értem a helyi nyelv, uh -huh. nyelv nagy részét, vagy beszélt nagy részét, sem, sem, a hátunk mögött nem volt ilyesmi, én boltokban, szuvenírboltokban is voltunk, ott sem találkoztam ilyenek, pedig voltak amerikai úti társaim, tehát bőven lett volna alkalom, és ugye lett volna ugye, zicser arra, hogy ilyesfajta dolog elhangozzon, de tényleg semmifajta rasszista vagy, vagy ellenséges gesztussal nem találkoztam. inkább ilyen bürokrácia szerűséggel inkább, de tulajdonképpen egészen szabadon mozogtam. Természetesen ehhez egy, egy jelentős szervezőerő kellett mögöttem. Tehát nagy kérdés, hogy mi lett volna akkor, hogyha én egyedül megyek például, vagy autóval, vagy személygépkocsit, vagy jippet magam vezetek, mert ilyen, 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 is van. Tehát azért a csoportos turizmusnál nyilvánvalóan előre lefixált megszervezett dolgokról van szó. De működött. Igen, a, a, kérdés második fele pedig arra vonatkozik, hogy a tálibok megszélárdították a közrendet. Nyilván ez a saját érdekük is, még egy kicsit a nyugat fele, vagy a külföldi, a nemzetközi közösség felé is demonstrálják azt, hogy jó kezekben van az ország. Uh, és ugye hát volt egy anarchikus előző kormány nyugati támogatását, itt van egy kontraszt nekik érdekük bemutatni, hogy milyen a közrend. De uh... Az is érdekük, hogy más rivális, vagy esetleg velük ellenséges dzsihadista, iszlamista csoportok, mondjuk az Al-Qaeda aktív volt, ezt jól tudjuk oszom a Bin Laden korszak, tíz évig rejtőzködt az országban, vagy az iszlám állam, aminek szintén vannak sejtjei Afganisztánban, vagy lehetne sorolni a helyi uh, ilyen dzsihadista szervezeteket, ne tudjanak megerősödni a tálib kormányzat rovására. Nem tudom, hogy ez a biztonsági rend mennyire zár hermetikusan, de az soha nem fordult meg a fejetekbe, amikor fegyveres őr nélkül utaztatok az országban, hogy ti egy nagyon jó célpont, egy soft target vagytok, amikor mozogtok az ilyen típusú volt sejtek számára, vagy, hogy ez nincs benne a levegőben? Ha ilyen típusú fenyegetést van, akkor nem mentem volna Afganisztánba. Hm. Volt tehát egy előzetes felmérése a biztonsági kockázatoknak? E, e volt egy előzetes felkészítésünk, az, a, az az, az aki az utat szervezte, rendkívül alapos felkészítésen ejtett át bennünket. Úgy gondolom, hogy ők mindenfajta garanciákat megszereztek, és mindenfajta kockázatokat kalkuláltak. Ha bármiféle a két helyem lett volna, akkor nem mentem volna Afganisztánba. Ismétlen még egyszer, hogy nem én voltam az egyetlen magyar, és nem én voltam az egyetlen csoportos turista sem, és most is vannak már idénre, tehát jó pár hónapon látok már, Magyar utazási iroda is hirdet Afganisztán, tehát nem, nincs közöm hozzájuk, tehát nem hozzám kötődik, de van már magyar iroda is, aki ez, az, azért sokat elmond a dolgokról. Én azt látom, hogy többnyire Afganisztánnak egyik az északi nyugati, északi, nyugati, pereme, északi részei, és, és Kabul környéke az, ami szabadon látogatható. Tehát a, a, délebbi, a pastúnok által lakó zóna talán kevéssé. Tehát Kandahár környéke mondjuk úgy, még talán kevéssé került a turizmus vagy az utazóknak a célteltérbe. A, a Tehát láthatóan azért, de, 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 hogy itt ez egy lassú oldódás, és tartományonként más-más a helyzet. Azt gondolom, a válaszom még az itten az ilyen biztonsági kérdések, hogy tartományonként más a helyzet, de nyilván a, a tálibok ma már ugye cyber hadsereggel és mindenfajta elhertés el 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 rendelkeznek. Tehát azért az ő hadsereg, a katonai arzenáljukat részben a megörökölt amerikai fegyverek erősítik, részben pedig nyilván ők maguk sem annyira külsőre nyilván arhaikusnak tűnő ruhákban járnak, de azért van egy, van egy professzionális magjuk. Vannak persze problémáik, itt főleg ugye most a, nem, is az, csupán az al a, vagy az, vagy az ISIS-nek a sejtjeire gondolok, de itt van például a pakisztáni afgán villongás, a Pakisztánban lévő afgán menekültek visszatoloncolása, ez egy jelentős teher, amit, amit most Pakisztán megpróbál ráterhelni Afganisztánra. Ez szerintem egy súlyosabb kihívás, hogy hirtelen több millió embert visszalöknek Afganisztánba, mint bármilyen más fenyegetést. a egy egyébként tényleg olyanok, hogy, hogy deklaráltan hirdetik a békét, a meg, nevezük úgy a, a, konszenzust, a, 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 mi, a, mi, sikerünk titka, a mi egységünk. Ilyen mondatok szerepelnek több helyen. Tehát, hogy ugye, tudom én, Ramzi ma, vágtete ma. De ez, ez állandóan szerepel, vagy egymást fogó kezek, így egymás, az ország egységét hangsúlyozó dolgok. Nem arra törekszenek, hogy ugye a, korábbi első tárgyalás alatt, hogy kihangsúlyozzák a saját tálipságukat, vagy ugye irritálja, -ir -ir kevésbé irritálnak helyi közösségeket. Azt mondják, hogy például a Nórust, az iráni tavaszünnepet, megszüntették, mint állami ünnepet, de azt mondják, aki magán Magánúton azt ünnepelni akarja, nincsen kifogásuk de ellene. Nincs keresztény közösség Afganisztánban. Igen, tehát de... semmilyen szinten keresztény, hindú, szik vagy zsidó közösségben nincs Afganisztánban. Tehát keresztények nem léteznek, mert nincs. Hát nagyon érdekes. Op... Itt a sít-a szunita különbségtétel van, tehát itt leginkább az első társadalmi kormányzat alatt, főleg ugye a hazarák szenvedtek ez egy, egy mongol származású, több mint a 12-es síta vallású kisebbség. A, a ellenségesség gyökere a 19. század második felé vissza. Ez lángolt fel az első tálép kormányzat alatt, de minthogyha ott is, én jártam most hazalap területeken, környékén, egy Balmian völgyben, Bandelmér tavak környékén, ott sem látni úgy elsőre nagyobb feszültséget. Nyilván, hogyha ott élnék, az egy más dolog lenne. Arról lehet hallani, arról lehet hallani, hogy mondjuk etnikai pastonokat telepítenek Észak-Afganisztánba özbegek és tadzsikok közé, ami nyilvánvalóan okoz feszültségeket a, a, föld, a földbirtokrendszernél, a mezőgazdasági birtokrendszernél, a vízelosztásnál. Ennél nagyobb probléma a vízkérdés például, meg a, meg, a, meg a mezőgazdasági javak beszerzése, de itt a tárgyalások nagyfokú pragmatizmussal állnak a dolgok elé, és a regionális együttműködésre helyezik a hangsúlyt. Tehát Afganisztán, Tajikisztántól elektromos áramot vesz, Üzbegisztántól, Kazaksztántól élelmiszert ö, 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 vesz és üzemanyagot vesz. Mm -hmm. De Türkmenisztánnal is ezt csinálják. Építenek, építenek egy üzbég, afgán, pakisztáni vasútvonalat, amivel szintén az ország gazdasági életét akarják javítani. Afganisztánban az a kenyér, amit mi ettünk, az döntően kazakhliztből készült. Kazaksztán az orosz-ukrán háborúval elvesztette az európai piacait, és elvesztette Iránt, amit Oroszország vitte a mezőgazdasági termékterén. Helyette a kazahok most Afganisztánba ruháznak be, és nagyon örülnek annak, hogy az afgán piac megveszi a kazak lisztet, másfelől Afganisztán keresztül hasonló az özbegekhez, euh, Pakisztán, India felé próbálnak új piacokat szerezni. Tehát, tehát, Afganisztán egyszer egy tranzitország, és egyszer egy új piac. Tajikisztán, amely ugye középes a legnagyobb energiaexportőre, az például ugye örömben jelentette, hogy a tálibok kifidél, pár hetes hír kifizették a 2011 óta fennálló tartozását Afganisztánnak. Uh -huh. És jelen pillanatban is zajlanak tárgyalások arról, hogy Afganisztán mennyi elektromos áramot vegyen például Tadzsikisztán. Miközben Tadzsikisztánban, Üzbegisztánban és Kazaksztánban sincs hivatalosan tálib nagykövetség. És akkor itt eljutottunk a kínai kapcsolathoz, Igen, hiszen jó már fontos. végén a Kína elfogadott egy nagykövetet Pekingben, és maga is küldött egy magasrangú diplomatát, nem tudom, hogy nagyköveti minőségben Kabulba. Ez egy nagyon érdekes helyzet, mert ugye a nemzetközi közösség nem fogadja a tálib rezsimet Afganisztán hivatalos képviselőként, és az emi, ezt az iszlám emirátust Kína úgy néz, ismeri. Mit lát, milyen fantáziát látnak, milyen ásványanyagokat, egyéb kincseket láttak meg a kínaiak abban, hogy érdemes egy ilyen kopár Nagyországban tevékenykednük, úgyhogy az amerikaiak is bajban voltak az, hogy mit tudnak Afganisztánból kibányászni. Ha kiszállsz Kabulban a repülőgépből, ki jössz a egy óriási poszter fogad, amelyen kínai és tálib hivatalnokok rázzák egymás kezést, és egy kínai ö, ö, pastú, ö, a Dári három nyelvű felad élteti a kínai-afgán barátságot. Tehát ez azt jelenti, hogy Kína már ugye gyakorlatilag már az előző afgán rendszer alatt beépült Afganisztánba, és a, tálibokkal is gyorsan megalkottak. A táliboknak megmondták, hogy nem, ha a tálibok leállnak az ujgur muszlim radikális szeparatisták támogatásával, akkor Kína sem emel semmifajta kifogást az, a, a tálib emirátus ellen Afganisztánban, és cserébe ugye beruháznak, mit csinálnak, ugye a világ legnagyobb részbányája ott van Mesz Ez már kínai kézen van. Afganisztán az a specialitása meg, hogy nem modernizált, és nincs pontos felmérés az afganisztáni ásványkincsekről. Csak becslések vannak, vagy tippek vannak arra nézve, hogy például Észak-Afganisztánban jelentős küla és földgázmezők vannak. Ugye az örökké energiaihez Kínának ez egy óriási szansz lenne, hiszen nagyon közös határa van Afganisztánnal Kínának. Nem nagy, de van egy közös határa a Vahani korridor Jelen, fölmerült az, hogy például a Vahani koridor dornál egy komoly autópályát, vagy valamilyen komoly határállomást építenek. Cserében nyilván a jelentős mennyiségű pénzt kapnak a tálibok. Viszont nyilván de a vidéki Afganisztánban láttam már török stílusú mecsetet is. Tehát nem csupán Kínáról van szó. Törökország nagykövete Kabulban bejelentette, hogy Törökországnak nagy tervei vannak Afganisztán újjáépítésére. Óriási. Ehhez kapcsolódik. Irán, már... bocsánat, még Iránt, Irán, Irán meg. Irán elsősorban Herát környékén, Nyugat-Afganisztánban nagyon aktív. Az irány, én most voltam az iráni afgán határsávban, iráni oldalon is, ahol ugye afgán kereskedők járnak át. Nagy afgán delegáció utazott nemrég Meshedbe, akiktől akik azt kérték, hogy bánjanak az irániak rugalmasabban velük, hatalmas mennyiségű árucikket vásárolnak fel. E, micsoda, az, az, az afgánok Iránban, és ez, ez, jelentősen pörgetik az iráni, főleg a, nem túl, nem, kevésbé fejlett kelet iráni gazdaságot. Úgy akkor persze vannak problémák is, tehát itt például a víz. Irán, van egy iráni-afgán vízelosztás krízis, itt a Helmand folyó kapcsán, és az ottani vízlépcsők kapcsán, és van a, a Kostepai projekt, amikor az, ahol a tálibok ásnak egy új csatornát az Amudarjából, ez viszont megcsapolja Tadzsikisztán, Üzbegisztán és Türkmenisztán Vízhozamát, és eb ez azért például ez egy új feszültség, amire jelen például még nincsen megoldás. Tehát azért legyünk óvatosak. Itt vannak ugye pragmatikus parátkozások, de vannak például ilyen víz vízügyi problémák is a szomszédokkal. Két, két ügyre szeretném még kitérni, és így korlátozom magunkat, hogy tartsunk -e egy ilyen keretet a beszédre, Rengeteget lehetne erről beszélni, és utána rátérnénk majd irányra, de két dolog még Avogán ügyekben. Az egyik, említetted a török mecsetet és erről jut be, hogy amikor nézegettem a Facebook posztjaidat, akkor egy érdekes dolgon akadt meg a szemem. Irod, hogy a Bamiyané butha szobrokat ugye 2001-ben ők robbantották fel iszlamista alapon, ugye? És most pedig, amikor ott jelsz, azt látod, hogy maguk a tálibok szednek a múzeummal alakították, mint Igen. több más preiszlám műemléknél, és belépőket szednek, és múzeum. Nem felrobbantásra ítélt ként ítélik meg ezeket a műtárgyakat, hanem a turistáknak bemutatási szándékkal köszemlére teszik. Mi, mi az oka annak, hogy ez a szemléletváltás bekövetkezett egy iszlamista szervezet berkeiben? Azt gondolom, hogy levonták a, részben talán a politikai bölcsesség, a, a, az, hogy ugye itt azért jó az lakosság fele nem pastun származású, tehát egyfelé egy belső békét akarnak. Hiszen ne, legyünk őszintén, azért az odajövő külföldi turisták száma csekély, akárhogy is nézzük, mi egy kisebb, kisebbség voltunk. Tehát itt van egy belföldi turizmus, egy, egy akarnak tenni, a lakosság nem pastun vagy nem tálib színputás csoportjának. A Kabuli Nemzeti Múzeum újra nyitva van, ugye ez egy látványos történet volt, és annak idején a tálibok bezárták, és az első tálib kormányzat 2001 előtt bezáratta, és a kincsek egy, e, hát eladásra került. A, a Balmiani buthaszobrok ugye föl, rob, föl lettek robbantva. Ehhez képest most a Múzeum, Nemzeti Múzeumban lehet járni, ahol iskolás csoportokkal találkoztam. Balmianban valóban az van, hogy a tálib hivatalnok szedi a jegyet a, a, a Balmianis a buthaszobrok a, a, a üres árnyékánál, amely egy keserédes tapasztalat, mert nem láthatjuk már, de mégis a meglevő, a túlélő törmelékeket, azokat ott összegyűjtik egy ilyen, ez egy ilyen kőtár, vagy nem tudom, szabadtéri múzeum formájában. Tehát úgy gondolom, hogy ez egyfajta óvatos politizálásnak a jele, amely máshol is, tehát nyitva vannak, más múzeumokat is láttam, Balchban, vagy máshol. Tehát úgy gondolom, hogy a mostani tálib kormányzat de, dekla, deklarálja azt, hogy, mondja, hogy mi a, ki van írva a kabuli reptére, hogy mi az egész világgal békében akarunk lenni. És ugye a turista vizumok osztogatásával pedig nyilván egy egyfajta kvázi propaganda, vagy fajta kommunikációt is folytatnak, de, de ugyanakkor valóban szerintem azt, ér, azt érzékelem, hogy, hogy, óvatosan, és, és az érzékenységet látványosan nem sértő Politi politikai eszközöket vetnek be. Az internet használatunk például nem volt korlátozva. Tehát a közösségi médiámat tudtam használni, még vagy már, nem tudom. A kabuli brit temetőt meg tudtam nézni, ahol Stein Aurel van, el, és el van temetve. Tehát úgy gondolom, hogy a tálibok jelen pillanatban tudják azt, hogy még, még nagyon friss ez a hatalmi, hatalomátvételük, és talán emiatt is próbálkoznak egy picit óvatosan politizálni. A vidéki Mazares például én üzbék és tagsik hivatalnokokkal találkoztam, tehát azt, azt sem mondanám, hogy minden hivatalban tálibok ülnek. Egy-egy ilyen főhivatalnok áll mondjuk egy múzeum élén, például a Heráti, világhírű Heráti Citadellánál egy tálib hivatalnok, vagy katonahivatalnok volt élen, és mi pénteken voltunk ott, péntekenként, ugye, és most már, hogy péntek lévén nem mehetünk, mi a muszlimi manap. De aztán egyszerűen jó szóval meggyőztük arról, hogy akkor mégiscsak engedjem, és beengedett. Ami, ahol konzervativizmus és szigorúság van, azok a mecsetek. Tehát például mecsetekbe alig tudtunk belépni. Mindössze két vagy három mecsetbe jártam egész Afganisztán belül. Ebben, ebben, például láthatóan nem, nem kedvelik a külföldiek vagy nem muszlimok jelenlétét. És a nők egyenjogúsága, tehát a szemléletváltás mikor fog elmenni addig a politikai szintig, amikor ott is látják, hogy ugye az Afganisztának a történelme, utaltunk rá 60 70-es években, az egy más rezsim idején, más rendszer idején, az ilyen nyugatos éles stílus volt jellemző. Megdöbbentő fotók vannak Kabulról, hogy mint hogyha Párizsban maszkált volna az ember, és nyilván ez nem múlik el nyomtalanul, hogy a generáció ezt őrzi magában. Ez a generáció meg abban nő fenyével, hogy egy szigorú iszlamista rend van. és itt, itt mi még egy dolgot, mert a kereszténység ügyét nem beszéltük meg. Azért lepett meg, amit mondtál, hogy nem létezik a kereszténység, mert az Open doors az éves jelentése szerint Afganisztán a tizedik legveszélyesebb ország a keresztény üldözés szempontjából. Akkor ez, ezek szerint egy, ez arányaiban végeztettek ilyen felmérést, akkor ezek szerint egy mikroszkópnyi keresztény csoport lehet Afganisztán, és annak az üldözése jelenti azt, hogy tizedik legveszélyesebb ország. Ez egy A kérdés, de a fő kérdésem a nők joga. Hogy fog ez megváltozni én a jövőben? Majd? Én azt gondolom, hogy én nem hiszem azt, hogy hosszú távon tartható lesz a nőkkel szemben ilyen mértékű korlátozás. Ugyanis, hogyha a tálibok például vidéken konszenzust vagy nyugalmat akarnak ahhoz, ahhoz még nővérek, ápolónők, a nőket külön gondozó nőgyógyászok, női, női orvosok kellenek, azoknak a képzését pedig előbb-utóbb meg kell oldani. Tehát az én egyik helyi idegenvezetőnk az azt volt, hogy a feleség egy orvos, és haza van küldve. Tehát nem praktizálhat kórházban. És ez egy valóban súlyos probléma, ez kár is tagadni. Viszont ugye most az a helyzet, hogy 12 éves korig tanulhatnak lányok is. Tehát az nem igaz, hogy egyáltalán nem ilyen 12 éves korig lehet, még hat osztályt végezhetnek. E fölött azonban már csak bizonyos tartományokban vannak ilyen magániskolák, meg magánnővérképzők, amelyeknek a státuszát a helyi tálib főnökök döntik el. Tehát az is egy érdekes dolog, hogy azért egyfajta decentralizáltság jellemző, bizonyos tartományokban többet engednek a nőknek, bizonyos helyeken meg kevesebbet. De összességében ez egy kemény ügy lesz, és szerintem már Szaúdal, például Szaud arábia és Pakisztán is felszólította a tálép kormányzatot, hogy ebben a kérdésben például mutassanak nagyobb rugalmasságot, hogy a nők is járhassanak egyetemre, vagy bizonyos értelemben a foglalkoztatottságban vonják be őket. Ha a tálébok továbbra is ezt a fajta konszenzus -kereső politikát akarják fenntartani, meg egyáltalán az országon belüli imázsukat hosszú távon akarják biztosítani, akkor előbb-utóbb szerintem bele kell, hogy menjenek. Nem vagyok időjós, nincs egy varázsgömböm, de láthatóan ez a tájékozott kerüli azokat a látványos nőellenes, mizogűn gesztusokat, mint amit 2001 csináltak, női konfekciós vannak. Tehát Herádban olyan, olyan üzleteket láttam, hogyha Iránban, vagy, vagy mondjuk a öbölbeli arab országban jártam volna. Tehát az igenis a, a, burka viselet például nem kötelező. nyilván tehát vannak bizonyosok, akik burkában járnak, mások viszont ilyen csadorszerű viseletben járnak. A nők esetében nyilvánvalóan a dolog irritáló és kellemetlen, és nyilvánvalóan nőként nem érezném jól magot Afganisztánban. Viszont nézzük meg, hogy mi lesz mondjuk három év múlva, vagy öt év múlva. Hosszabb, ez egy hosszabb periódus, amikor majd szerintem egy talán, egy, talán kialak egy konszenzus. Köszönöm, Miklós, hogy ezeket megosztottad, és az adásunk utolsó, mondjuk egy negyedében akkor beszéljünk Iránról, hiszen az is egy friss élmény, bár nem nem, úgy, nem olyan értem, hogy először járt ott, el, hiszen a el adás előtte mm. említettem, hogy, hogy 64-szer jártál Iránban. És ez egy megdöbbentő szám, amikor ezt tegnap telefonon mondtad nekem, és nekem egyből az jutott eszembe, hogy az itt van egy háborús feszültség. Irán azért a proxy szövetségesei mentén egy háborús hisztéria közepén van, esetleg generálója is, ezt majd te elmondod iranistaként, hogy mennyire van benne ebbe a háborúban, mennyire nincs. De amikor te belépsz oda, ide, főleg nem turistaként, hanem idegenvezetőként, vagy tudományos szakemberként, aki mondjuk egy ásatásokat nézel, meg múzeumokban tanulmányozol dolgokat, akkor ilyen háborús neurózisban sem vesz körül egy gyanú árnyéka, hiszen Tényleg ugye, azért az embert meglepik azok a hírek, amikor egy kettős állampolgár iráni brit belép látogatás, és utána évekig egy börtönbe kerül, és ráfogják, hogy kémként érkezett az országba. Tehát soha nem forult meg a fejedben, hogy egy háborús hisztériában egy európai veszélybe kerülhet? Meg fogsz lepődni, Iránban nincs háborús hisztéria. Ez egy érdekes a, a, a gázai háború nem mindennapi mannája a rendszernek, amivel eteti az embereket. Tehát Most Iránban, Teheránban is voltam, meg utaztam Irán keleti részén, egy viszonylag konzervatív vallásos területen, amit, ahol a gázai háborúval kapcsolatban a meshedi rezaimám szentében láttam egy nagyobb molinót, ahol 1500 gázai gyerekáldozatnak a nevét írták föl angolul, meg perzsául. Ezen kívül ott néhány ilyen kisebb poszter volt, de láthatóan más, egy-két mesetben láttam adománygyűjtő dobozt a gázai muszlimok számára feladta. De láthatóan nem erőltetik ezt a témát. Ennek az a meglepő oka van, hogy az iráni lakosság többségét nem érdekli, a gázai háború, vagy nem úgy gondolkodik a gázai eseményekre, hogy az iráni rendszer elvárja. Tehát Iránban a gázai ö, propagandával nem lehet szavazatokat szerezni egy választáson. Most pedig, már pedig most, március elején Iránban parlamenti választások lesznek, és a rendszer visszafogja magát a gázai ügyek propagálásával a nyílt színen, mert tudják, hogy ezzel csak még inkább otthon tartanák a lakosságot a szavazás előtt. Akármilyen meglepő is ez. Viszont ott az internet cenzúrázva van Afganisztán ellentétben. Tehát az a nagy kérdés, hogy egy olyan tüntetési hullám, és nagyon durva, brutális hatósági fellépés után, amit másfél éve láttunk ugye a, a burka ügy után. A Max Salmini ügy után. Igen, Amini ügy után. Hát ott azért azt, azt, ezt a feszültséget nem lehet úgy, nem, a rejzs, nem csinált úgy, akár még, hogy a kontrollálja a mi állami médiát, mint a nem történt volna meg. Ez azért szélfutott ennek a híre, nagyon sok család érintetben. Mi volt a tapasztalatod? nyilván erről nem lehet gondolom hogy akkor így beszélni. De lehet. lehet. Hát, azért azt gondolom, hogy nekem vannak barátaim, akikkel nyilván nem a, 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 a négy szem köztő, őszintén tudunk beszélgetni bármilyen dolgokról, azt látom, hogy most ugye egy csomó lány még mindig már, vagy még a, főleg a nagyvárosokban kendő nélkül mutatkozik. Fiatal nők, fiatal lányok esetében, tehát fogalmazunk úgy, hogy a, főleg Teheránban vagy a nagyvárosokban még mindig nagy az ellenállás a kendőviselése kapcsolatban, a, a nyílt utcán. A rendszer viszont nem törekszik ezeknek az erőszakos elfolytására, inkább ilyen pénzbüntiket, vagy lefotózza, vagy figyelmeztető SMS-eket küldenek. Az a, az, a, az a benyomása az embernek, hogy azt mondják irányi barátaim is, hogy azért nem lépnek föl nyilvánosan az ilyen nők ellen, nagy, vagy brutálisan, mert jönnek megint a választások. És a választásokon nem akarják a választások előtt felhergálni a lakosságot, meglátják hogy, meglátják, hogy milyen eredmények futnak be. Az a cél, hogy minél többen menjenek szavazni, már pedig nem jók a kilátások. Tehát a, szavaz, a szavazat valószínűleg most lesz az iráni közösség egyik legalacsonyabb részvétele zajló parlamenti választása. Na most ugye, tehát ez ügyben még az iráni televízióban is például vannak ilyen kicsit nevező nevezzük ilyen, ilyen furcsa videók, ahol lazább öltözködésű tévében mondó nők jelennek meg, mint hogyha próbálna ilyen picit ilyen posztkádárista, vagy kádárista módon, hogy azért nem is a nagy baj, nem, nem kell aggódni, csak menjetek kell szavazni. Tehát most egy ilyen fura dolog van, egyfelől, javán, egyfelől szeretnék, hogy a nőket visszaterelni ebbe a kendőviseléses dologba. Máshol azonban óckodnak azoktól a brutális eszközöktől, amelyeket a Max Farmini ügy kirobbanása utáni hónapokban láttunk. a palacban sikerült a szellemet visszaterelgetni, vagy az Kirepült, és ott lebeg. A parlamenti az választások utáni közélemben. hatósági fellépések fogják ezt megmondani: hogy mm. ha a parlamenti választások után a mostani iráni ö, konzervatív vagy ultrakonzervatív többség meg tudja őrizni az abszolút többséget az irányi parlamentben, ö, akkor utána két válasz lehetséges. Vagy az van, hogy a, a hatalom birtokában kényelmesen és nagyvonalon esetleg ezt a fajt szemet hunynak a az alkalmankénti kendőseres felett, vagy az van, hogy most, most pedig ugye véget ért a türelem, hiszen most már négy évig megint miénk a hatalom. Tehát ez a két, ezt még nem tudjuk előre eldönteni, viszont az, az, az tény, hogy rendőri brutalitás nincs, ilyen pénzbüntetések vannak, vagy valaki lehúzza a kártyáját a metróban, és ott az adatai megvannak. ilyen, ilyen típusú dolgok vannak, de egyébként nyilván az óvatosság jellemző inkább a rendszerre, akár a gázai ügyek kapcsán, akár a nők kendőzése kapcsán. A gázai helyzetről beszéljünk még, és itt két szempont van, a propaganda és maga a politizálás, a proxiknak a használata ennek a kérdése. A propagandát azért hozom fel, ez nekem nem jutott volna eszembe, tegnap, mikor telefonon beszéltünk, akkor te hívtad fel a figyelmet, hogy te ironistaként a nyelv és a kultúra birtokában te az iráni, teheráni politikai kommunikáció, diplomáciai üzeneteket más kontextusban, gyakorlatilag egy kulturális közegben tudod értelmezni. Elmondanád, hogy mire gondoltam? A telefonon ezt nem beszéltük meg, de ezt talán a nézőket is érdekelhetné, hogy amikor van egy olyan, hogy csak mondok példákat, amit laikusként kívülről látunk, összegyűlnek a férfiak, péntek, íma gondolom, halál a cionista entitás, a halál Amerikára, a nagysátára, és egyéb kommunikáció vagy, ahogy a diplomáciát atomügyben végzik,

ahogy a proxy, ahogy kívülről békét hirdetünk, a perzsa állam soha nem hódított, nem csak védekezett mindig is, soha nem támadunk, ugyanakkor nem építünk atombombát, de azért mégis a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség azért lát valamit. Tehát itt van egy ilyen kettős beszéd, ami jellemző az iszlámra, de itt egy perzsa diplomáciai fogást érzékelünk, és te ennek az értője vagy. Hogyan értelmezed ezeket az üzeneteket? Én mindig érdekes, figyelni, figyelni, azt figyelni, figyelni, hogy az adott interjúadó az kihez tartozik, melyik hatalmi csoport Hoz, melyik vallási közösséghez, mert vannak azért árny árnyalatok. Tehát ez nagyon fontos. Külsőleg egységes kommunikációk tűnik, de azért vannak árnyalatok. E, e, nyilvánvalóan e, a sajtóban e, jelen pillanatban a gázai áldozatoknak a kiemelése a legfontosabb téma. A radikálisabb csoportok pedig a mártírkultus erőltetik Tehát Teheránban lehet látni például hatalmas a Szíriában elesett vagy megölt iráni forradalmi gárdista parancsnokok, tábornokok, akat, ak ak, amint magukban le vannak fotózva, vagy rengetegen lehet képét képét, Kasszemszany képét látni. Itt kialakul, tehát kialakul egy új sírt a mártirológia, amelynek a fő mártírja Szolajmolni, illetve a szíriai, a szíriai ö, ö, most elesettek. Ez egy, és erre való, az erre való hangsúly eltolás az egyik érdekesség. A másik szerintem ami, ami finom érdekesség az a, az a patriotizmus elemeinek a hangsúlyozása. Tehát ez úgy, ahogy te is mondtad, tehát őket nem támadó, hanem egyfajta iránt védő, tá honvédő tábornokoknak, hazafiaknak állítják be. Itt főleg szolajbani kultuszánál van ez. És nyilván a proxik esetében is azt látjuk, hogy őket az iráni retorikában elsősorban, mint Iránt védőbástyákat szemlék, nem pedig az iráni hatalmi politizálás előre tolt állomásait. Tehát külföldről, nyugaton inkább azt mondják, hogy Irán, ezek az irániaknak az ilyen hatalmi körei, amelyekkel terjesztik Irán befolyását. Irán oldalra viszont inkább ezt úgy fogják föl, hogy ezek egy defenzív vonalak, amelyek megakadályozzák azt, hogy Irán mondjuk területére bejusson valamilyen katonai konfliktus. Igen, csak itt a probléma az, hogy más államok területén akcióznak a fordalmi gárd, és ezen az utolsó kérdésem hozzád. Ebben a stúdióban legalább 5-6 szakértő, nem feltétlenül iranista, de Iránhoz értő, közelkelet szakértő mondta el szinte ugyanazt, hogy Iránnak nem érdeke berobbantani egy regionális háborút, de azt sem zárták ki, sőt megerősítették, hogy Irán azért a, akár a Hamas októberi támadásában Mester mindként, vagy, vagy az értelmi szerzőként, támogatóként, bűnsegédként ott volt, és egyéb, ugye a Hezbollah kapcsolat az nyilvánvaló, az iraki, szíriai akciók amerikai katonák ellen. Azok is ismertek már a húszi problémadik az, 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 a nézők, hallgatók számára. Nyilván ismert most az elmúlt hónapokban. A kérdésem az, hogy mit akar tehát -e Teherán? Mert ez a válasz, amit mondta, ez egy iráni szempont. Igen. De ezek más államok területén történő akciózások. Mit akar Irán? Igazán? Nyilván, nyilvánvalóan más az a nézőpont, amit Irán képvisel, és más az, amit más országok vonalnak Iránról. Irán szerintem egy hatalmi struktúrát tehát egy befolyási övezetet akar, ami mondjuk az Indiai óceántól a földközi tengerig terjed. Ez már megvolt a sah korában is, csak akkor amerikai szövetségesi rendben tette, és ott, és ott, ott, ott kevesebb volt a szövetségese. Ami ott ugye a muszlim identitást váltottak, vagy arra mentek, a azt hangsúlyozzák, azóta ugye elsősorban a vallási alapon való szövetséges és megy. Iránnak az a célja szerintem, hogy mondjuk a földközi tengertől Indiai óceánig legyen egy zóna, ami az övé fontosabban a befolyása az övé. Ezt ki lehet nyugodtan mondani. E, és itt a, a, a sykes picot egyezménye létrejött határoknak a nevezzük úgy felülírása a cél, pontosabban e, helyette a különböző ilyen félállami milicista struktúráknak a támogatása. Ezt, és ez, ez ügyben ugye ők úgy gondolják, hogy ők Libanontól a síta félholdon keresztül egész, amik a mai pakisztáni, vagy Afganisztánig terjesztik ki a csápjaikat. De ugye ebben meg a siker azért vajban ebben sikeresek is. Tehát ugye itt főleg Irak déli része Szíria bizonyos részei, vagy Libanon déli része nagyon jelentősen iránybefolyás befolyás alá került, és jelen pillanatban Irán szerintem valóban nem akar háborút, de azt sem akarja, hogy a befolyása megcsappanjon. Nekik már most jó az egyébként, iráni szempontból, én most van jellemzést, már két sikerük van, úgymond, amit ők sikernek gondolnak. Az egyik az, hogy megtorpedoztak az izraeli-szaudorábia közötti diplomáciai kapcsolatfelvételt, vagy hivatalos diplomáciai elismerést. Másfelől pedig ugye a, a, tehát az Izrael szembeni, vagy a nyugat ellenes érzelmeknek a fellobbanása a gázai szenvedés révén már ugye megint csak ugye Iránhoz közelíti a közelkelti muszlimok jelentős tömegeit. Ők ezt sikerként, nevezzük úgy sikerként adják el, ami nyilvánvaló a politikai haszonszerzés szempontjából fontos. Tehát nekik nem céljuk az, hogy ezt lerombolják, hogy ezt a fajta állapotot ezt, ezt egyfajta megőrizni és hosszú távon megőrizni ez a céljuk. Nyilván azonban, ugye itt azért vannak kihívásai, például nyilván, hogy mi lesz mondjuk a Hezbollah és Észak-Izrael közötti háborús, egyre, egyre inkább gerjedő konfliktussal, erre nincsen jó irányi recept sem. Arra vigyáznak, hogy irányi ne kerüljön ebbe bele, viszont nyilván munícióval, tanácsadással, tréningekkel támogatják őket. Miklós, ezen a ponton bezárom a beszélgetést, hogy emészhető legyen a hallgatóknak, nézőknek, elég sok információ elhangzott, és innen lehetne folytatni még a regionális konfliktusnak az elemzését, de akkor ez egy-egy másik beszélgetéstárgya. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondtad ezeket. Én köszönöm szépen. Kedves nézőink, hallgatóink, Sárközi Miklóst hallották, látták. Ez volt a e heti adásunk Afganisztánról, Iránról, hogy jövő folytatjuk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.